A Paks 2 projektet kívánta népszerűsíteni a május 20-án egész napon keresztül a belvárosban álló interaktív tájékoztató kamion, ahová reggel 8 órától késő délutánig érkeztek a látogatócsoportok. Elsősorban a diákok érdeklődtek, de sokan érkeztek járókelők, nyugdíjasok vagy szabadnapjukat töltők is. Az impozáns, ultramodern kamion belül is a legújabb technológiával szemléltette az atomerőmű működését, fontosságát, szerepét, valamint a Paks 2 beruházás fontosabb elemét, melyet környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi hatásait. A csoportok a szóbeli tájékoztató mellett rengeteget megtudhattak az interaktív táblákból, videókból, de volt érmeprés, mindennapi használati eszközök teljesítményét bemutató energiatermelő kerékpár, sőt, a megszerzett ismereteket tesztgépek segítségével le is mérhették a látogatók. A kamion ebben a hónapban megyénket járja, júniusban még látható Dunajvárosban és Székesfehérváron, sőt, nagyobb magyarországi fesztiválokon is találkozhatunk vele majd a nyáron.